A népszámlálás rövidesen kezdődő személyes lekérdezési szakaszával kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a szexádi polgármesteri hivatalban. Ugyanis nem egészen egy hétig lehet még online kitölteni a kérdőívet. Aki vasárnapig nem él ezzel a lehetőséggel, a személyesen keresik fel a számláló biztosok október 17-e és november 20-a között. A lakosságot arra szeretnénk felhívni, hogy a házszámtáblák kihelyezése az ebben az időszakban most ugye különös jelentőséggel bír, hiszen majd oda kell találjanak ezek a számláló biztosok a megadott címekre, ugye akik nem éltek az online kitöltésnek a lehetőségével, úgyhogy az ő munkájukat is kérem, hogy ezzel segítsék. Egy másik fontos dologra is figyelmeztetett a sajtóreferens. Egyes információk szerint már csalók is rátelepettek erre a, a népszámlálásra, ezért azt is szeretném mondani, hogy a számláló biztosok egy külön erre az alkalomra kiállított igazolványjal rendelkeznek. És semmilyen vagyoni helyzetre és bankszámládatra vonatkozó kérdést nem tesznek fel, ahogy a kérdőív sem tartalmaz ilyen jellegű kérdéseket. A népszámlálási kérdőív kitöltése mindenki számára kötelező. Akik nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, november 21 és november 28-a között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.